A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér kérdez a polgármestert, Rovata, stúdiónk vendége Cserpalkovics András, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és köszöntöm a televízió kedves nézőit is. És nézőinknek felhívnám a figyelmüket, hogy adásunk ideje alatt önök is feltehetik élőben a kérdésüket a polgármesternek. Az 516-110-es telefonszámon lehet minket elérni, és akkor élőben kapcsoljuk a stúdiót. Éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják a telefonszámunkat. És ahogy azt korábban meghirdettük, online is lehetett kérdezni. Citkovics Judit kérdésével kezdeném, hogy bele is vágjunk a sorba. Tisztelt Polgármester úr, érdeklődöm, hogy a verseti út mikor kerül felújításra? Ugye ütemezetten zajlanak az utcák tekintetében akár a járdák, akár az útburkolatok felújítási munkái, értem szem pénzügyi helyzet függvénye is, hogy mikor mit tudunk felújítani, de műszaki kérdések, tervezések előkészítést is igényli. Van olyan út, ahol ez egyszerűbb van, ahol bonyolultabb műszaki tartalom van, és ami nagyon fontos, hogy nagyban meghatározza az ütemezést, hogy hol van szükség közműfejlesztésre is, és hol ez nem szükséges. Egyébként az említett utca is terben van, sőt az előkészítő munka meg is történt, majd pénzügyi helyzet függvény, hogy mikor tudjuk ezt megvalósítani. Február, várhatóan február 15-én fogadjuk el a város költségvetését, és a következő hetekben nyilvánosságra hozzuk, hogy például az útfelújítási program keretében mely utcák, vagy éppen járdaszakaszok, parkolók fognak megújulni. Az egyébként például az Öreghegyi útfelújítási program, amire állami forrást is várunk, és bízom benne, hogy hogy kapunk is, hogyha ezek a források megérkeznek, akár a, a kormányzattól, tehát nemzeti forrásból, akár az Európai Uniótól, akkor az azt jelenti, hogy a saját források kiegészítésével nyilván több utat tudunk felújítani. Bízom benne, hogy azt az ütemet, amit az elmúlt években legalábbis remélem, hogy a fejváriak tapasztaltak, azt folytatni fogjuk az útfelújítási program keretében a következő esztendőkben is. A közlekedés mindig fontos téma. Visszatérünk hozzá, viszont éleszték, kollégeim, hogy vonalban van az első telefonáló. Köszöntöm, ez itt a köztér, várjuk a kérdését. Jó. Köszönöm szépen ahogy fogadták kívásomat. Köszöntöm a polgármester úr, kérdésem lenne. Az első kérdésre azt szeretném feltenni, hogy gyakran járok a városi úszodába, hallottam, hogy felújítják, de ez pontosan mit jelent, és mikor indulnak meg ezek a munkálatok? Köszönöm szépen a, a kérdé Az első kérdést. kérdést és a, a, a kérdés de nehéz abban a tekintetben válaszolni, nem fogok tudni még konkrét dátumot mondani. Azt igen, hogy a felújításra kapcsolatos valamennyi tervezés munkát hamarosan lezárjuk. Ez egy külső-belső teljes felújítását jelenti az uszodának, beleértve a gépészetet, beleértve az eszközparkot, a technológiát, megújul a szaunapark, maga az uszodatér, az öltözők. A külső felújítás keretében bővíteni tudjuk a strandot újabb érmény elemekkel, hiszen azt látjuk, hogy a nyári időszakban erre nagyon nagy igény van. Tehát ez egy tényleg komplex energetikai felújítást is magába foglaló program viszonylag jelentős lesz a költségvetési igénye, mondom, hogy valahol a 3 és a 4 milliárd forint között lesz ennek a beruházásnak az összértéke. Ahogy ez végleges lesz, ez a szám, ez a költségbecslés, akkor tudunk elmenni az állammal tárgyalni és egyeztetni, és megnézni, hogy milyen forrásokból lehet ezt megteremteni. A város erre kész komoly forrásokat önerőként biztosítani, erre meg is lesz a költségvetési fedezet. Bízom benne, hogy ahogy az állammal meg tudtunk állapodni, és ugye több mint 400 millió forintot kaptunk az elmúlt időszakban üzemeltetés Se, úgy ez, ez meg fog történni a felújítás tekintetében is. A felújítás körülbelül egy év időtartalmat fog igénybe venni, és a külső sátros medence az működni fog ennek az időszaknak a jelentős részében. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy akkor egyáltalán nem lesz elérhető az úszoda. Nyilván nehezebb lesz, nyilván kellemetlenebb lesz, viszont utána egy teljes egészében megújult, korszerű 21. századi létesítményt használhatunk majd mégpedig úgy, hogy annak a fenntartása az jóval olcsóbb lesz, mint most. Tudni kell, hogy az USZODA gyakorlatilag a legdrágább létesítményünk, kb. 850 millió forint volt az üzemeltetési költsége 2023-ban. Fontos lenne, hogy ezen csökkenteni tudjuk. Azt tudom ígérni, hogy amikor a program egészekészen van, azt is be fogjuk mutatni a terveket, és ahogy látjuk az ütemezést, akkor azt is. Egyébként nyári időszakban fogjuk elkezdeni, hogy ez most 2024 nyara, vagy 2025 Nyara lehet. Én inkább az utóbbira tippelnék, azt ma még nem tudom megmondani, de ahogy minden ütemterv is végleges lesz, az természetesen a nyilvánosság felé fog, elé fogjuk tárni. Úgy is, hogy ahogy közben azt is mondjuk, hogy hogy lesz használható mondjuk úgy, a tartalékmedence ebben az időszakban. Köszönjük, azt mondta, hogy két kérdés van. Igen, köszönöm szépen a választ. A másik kérdésem az lenne, polgármester úrhoz, hogy olvastam, hogy az oszén körforgalomnál az útfelújítása csúszik. Az a kérdésem lenne a polgármester úrhoz, hogy ön szerint meddig és mikor történne ott valami? Köszönjük. Köszönöm szépen a kérdést, mert azt hiszem mind a kettő nagyon fontos. A Csitári Uszoda rengeteg embert érint, nem csak Fehérváriakat, hanem olyanokat is, akik az agglomerációban élnek. Nagyon-nagyon sok diákot érint és nagyon sokat érint az osan körforgalom is, sőt, talán azt is hozzá lehet tenni, hogy ott abban a körforgalomban jelentős számban vannak olyan utazók, akik egyébként nem Fehérvárra érkeznek, hanem, hanem akár az ipari parkokba, akár a bevásárlóközpontokba, akár az elkerülő úton szeretnék valójában Fehérvárt csak megkerülni. Úgyhogy ez egy kiemelkedően fontos beruházás. Ugye amikor elkészültek a tervek, kiviteli tervek, engedélyek, hiszen ez minden rendelkezésre áll, akkor a költségbecslés szerint kb. 3,5 milliárd forintba kerül. Ugye ez nem egy körforgalom rendezése, hanem mind a két körforgalmat rendezni kell. Turbosítás történik, majd több forgalmi sáv le, lesz, lámpás csomópont kerül kialakításra. Mi most az évvégi jó híreket hallottunk a beruházások kapcsolatban, valóban ezt a tavalyi esztendőben nyilván az energiahelyzet az állami költségvetés sem kímélte, ezért tett a fejlesztés sok egyéb országos beruházással kapcsolatban Elhalasztották, és ez nagyon fontos, hogy nem azt jelenti az akkori kormányzati döntés, ez nem fog megvalósulni, hanem hogy nem indították annak a beruházás részét el. Évvégén azt hallottuk, hogy ez most újra napirendre kerül. Ezt nyilván mi folyamatosan e, sürgetjük, Varga Tamással közösen, Törő Gáborral közösen dolgozunk azon, hogy ez minél hamarabb elindulhasson. Én bizon benne, hogy hamarosan jó hírekkel fogunk tudni szolgálni. Nem kérdés, hogy nagyon-nagyon fontos lenne ez a fejlesztés, biztonsági közlekedés biztonsági szempontból is, hiszen az, hogy az M visszatorlódik az, az önmagában is egy nagyon balesetveszélyes helyzet. És hát aki bármilyen módon használja ezt a körforgalmat, az tudja, hogy nem csak a csúcsidőszakokban, hanem bizony most már napközben is nagyon nagy forgalom alakul ki, mindenképpen szükség van erre a beavatkozásra. De azt is tegyük hozzá, hogy a végleges megoldás nem ez lesz, a végleges, vagy ezt mondom, hogy hosszú távú megoldás az majd a negyedik sztráda lejárónak a kialakítása lesz, ugye ez Szabadbatyán és Fehérvár között egy új csomópontot jelent majd, ami összeköti, ugye onnan indul ez a beruházás az M7-es autópályát az M1-es autópályával, ez ugye a volt M81-es, ma M200-as számot viseli, hogy ez a konceszió keretében egy elindult beruházás, különböző alapengedélyek már rendelkezésre állnak, nyomvonal kialakításra került, és még tudomásunk szerint a tervezés zajlik. Ez nagyban tehermentesíteni nem csak az Osan körforgalmat, hanem az Újcsóri út körforgalmat is, és közben az átmenő forgalmat az teljes egészében kivinni a városból. Ez a Kadocsa utcát is tudná tehermentesíteni, vagy Kadocsa utat. Tehát ez egy kiemelten fontos fejlesztés lesz. Nyilván ez meghaladja mindegyik a város erejét, bízunk benne, hogy hamarosan mindegyikre lesz állami forrás. Ugye évvégén pozitív hírek érkeztek az Európai Uniós fejlesztések tekintetében is, és ez nyilván hat ezekre a beruházásokra is. Nem belemben, Székesfehérvárnak az az érdeke, hogy az Európai Uniós források is minél hamarabb megérkezzenek, mert ezeket a fejlesztéseket részben azok terhére lehet megvalósítani. Úgyhogy bízom benne, hogy a következő időszakban mindegyik beruházás esetében pozitív hírekről tudunk számot adni. Köszönöm szépen a választ, és hát nézőinknek felhívnám a figyelmüket, hogy önök is feltehetik a kérdésüket a 22 16 es telefonszámon. Ugye ezek a beruházások, amikről az előbb szótejtettünk meg műsorunk elején is, akár az útfajítások és egyéb más jellegű beruházások, mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy egy élhető város legyen. És éppen most jelent meg az Egyensúly Intézet felmérése, mely szerint Székesfehérvár lett a legfejlettebb megyeszékhely, monopólgármesterként örül az ilyen híreknek. Igen, azt hiszem, hogy mindannyiunk erre az eredményre büszkék lehetünk, hiszen egy nagyon széles, sok éves kutatás eredményeképpen, ahol a megyei városok mindegyikét ugyanazon szempontrendszer alapján vizsgálták, adatokat gyűjtöttek, ezeket összehasonlították, elemezték, jött ki ez az eredmény. És ennek mind a két része pozitív, hiszen a legfejlettebb megyei városnak minősíti ez a kutatás és ez a független kutatóintézet Székesfehérvárt, valamennyi város közül, és az elmúlt nyolc év alapján a leggyorsabban fejlődőnek is. Azt hiszem, hogy mind a kettő egy fontos eredmény de azért tegyük hozzá, hogy bár 53 indikátor alapján történt, tehát 53 különböző területét vizsgálták ezeknek a városoknak, és szerintem erre tényleg lehetünk büszkék, azért mi, akik itt élünk, miközben nagyon szeretjük ezt a várost, eh, mindenképpen ez a közös otthonunk, ez az eredmény is egy közös munkaeredmény, de azt is tudjuk, hogy azért rengeteg feladat munka vár ránk. Itt akár az előző kérdések is mutatták, hogy ezek mindegyike fontos a közösség egésze, vagy annak meghatározó része számára. Feladat, tehát egy nagyvárosban mindig van amit mi szeretnénk elérni, egyrészt ennek a kutatásnak a mély tartalmát is, hogy ismerjük meg, mert azt szerintem tanulságos lehet, akár a döntés előkészítési folyamatban, akár a szakmai munka de emellett jó lenne elérni, hogy ezt egy kicsit nemzetközi térbe is ki tudnánk vinni, és nem csak a magyar városokat tudná ez a kutatás mérni, ezáltal összehasonlítani, hanem legalább közép-európai kitekintésben megnéznénk, hogy hol járnak a cseh, a lengyel városok, hol járnak a román városok, vagy éppen hol járnak az osztrák városok, minden szempontból, hogy úgy is be tudjuk határolni, hogy hol állunk mi most a fejlődésben. Köszönöm mindenkinek, aki ez az eredményhez hozzájárult, és arra tudok ígéretet tenni, hogy nem dőlünk hátra, nem gondoljuk azt, hogy minden a legnagyobb rendben van, hanem dolgozunk tovább, és szeretnénk elérni, hogy, ezek a mutatók egyre jobbak legyenek, egyre élhetőbb, egyre szerethetőbb legyen ez a város, bár én a magam részéről is azt gondolom, hogy nem csak a kutatás miatt, hogy jó itt élni, mert hogy ez a legfontosabb szempont, hogy hogy érezzük magunkat. Én bízom abban, hogy százezeren egy csapatban továbbra is együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy ez a mi közös otthonunk, ez fejlődni tudjon. Hagyományosan ha készültünk televíziós összeállításra, és jöjjön az első kérdés csokor. Talán a sóstó állapotát lehetne javítani, talán egy pár közlekedési útvonalat lehetne egyszerűbbé tenni, vagy uram, bocsánat, az úttást megjavítani. Azt kérdezném meg tőle, hogy mennyire nehéz egy várost irányítani, főleg egy ekkorát, mint Szép a fekvése, nagyon jó kiránduló helyek vannak. Az emberek barátságosak. És hogy mi változtatnék? Hát, talán több közösségi program kéne. Úgy veszem észre, hogy a tisztaság az nagyon gyér, mocskos a város. Jó lehet, azt is észreveszem, amikor igyekeznek takarítani, és akkor megállapítom, hogy az emberek nagyon nem vigyáznak a saját környezetükre, és mindig mástól várják, hogy más majd eltakarít utánuk. Szeretem, mert gyönyörű ez a város szerintem, a műemlékektől kezdve, hogyha valaki ö, ide jön, mint turista, és csak elkezd az utcákon járkálni, tulajdonképpen egy kis történelem elevenik meg, nem csak itt a belvárosba, ha egy kicsit a belváros szélére megy, ott is, tehát most a, akár a Rácz templomot említem, akár az Öreghegyen, de említhetném a városnak a a bármely részét, mindenhol vannak olyan műemlékek, amiket érdemes megnézni, és a másodszorban meg szerintem egy élhető város. Most hiszen, egy hogy itt is sok sokféle téma előjött. Én annak nagyon örülök, hogy a sóstó is szóba került, mert szerintem az egyik legfontosabb beruházás, amit az elmúlt években el tudtunk érni, hogy a sóstót meg tudtuk menteni. Hiszen az egyik tó gyakorlatilag teljesen kiszáradt, és hát a másikban sem volt túl sok víz. Ehhez képest most a vízálláshoz kifejezetten magas. Nyilván ez egy csapadékosabb esztendő is volt, ami mögöttünk van, mint az előző évek, de most már tudjuk szabályozni a vízmennyiséget, és az az élővilágon ez minden látszik, hiszen gyönyörű élővilág, hát a különleges, nem? visszanépesült, a madarak nagyon-nagyon szereti, ki tudtunk alakítani az állatok védelme, gyógyítás tekintetében egy, egy kuriózumnak is minősíthető kis mini állatkórházat, ami azt hiszem, hogy nagy büszkeség, és éppen néhány nappal ezelőtt a 2023-as adatokat nyilvánosságra is hoztuk, megköszönve az ott dolgozó szakembereknek a munkáját, és rengeteg önkéntesnek, aki segíti ennek a központnak a, a, működését. Az úr is felvetette, és erről is erről beszéltünk, hogy bizony van még előttünk feladat, akár az utak felújítása, a sára program folytatása,

tekintetében, még akkor is, hogyha persze itt is szerencsére sok minden történt, hát elég csak mondjuk most a nem régen átadott Móri út első ütemű fejlesztését gondolva, de indul ez a következő években is, és hát olyan nagy fejlesztések is előttünk vannak, mint a Bakony utca, vagy éppen az Úrhidajút, vagy éppen megvalósul a mondjuk a déli összekötés. Hát most beszélgetünk, és hát bizony benne, hogy hamarosan pedig a multicsarnoknál az új útkapcsolat, az Alba ipari zóna és a budai út között is átadása, illetve megnyitása kerülhet a forgalom számára. Remélem, hogy sőt, biztos is vagyok benne, hogy nem kell már sokat aludni és sokat várni erre sokat át a sokak által joggal várt beruházásra. Kedves Tamás, nagyon kedves kérdést tett fel, hogy milyen nehéz és milyen bonyolult egy nagyvárost irányítani. Igen, az, de közben nagyon-nagyon szép szolgálat és nagyon szép feladat. Többek között azért, mert Ebből a kérdésből is látszott, hogy a fiatalokat is be lehet vonni egy, egy működtetésébe, a városnak fejlesztésébe, az ötletek megfogalmazásába. Hát is van véleményük. Van véleményük, és a hát Tamástól is azt kérem, hogy segítse például az én munkámat azzal, hogyha van ilyen ötlete, javaslata, kritikája, akkor azt küldje el. Mindent elolvasok, és próbálunk mindenből olyan következtetéseket levonni, ami nem csak a munkát segíti, hanem utána az élhetőséget javítja. Ugye a végén elhangzott a kedves hölgytől, hogy jó az életminőség, szeret itt élni, és gyönyörűek a, a műemlékek a város különböző pontjain, én ezzel is magam részéről egyetértek. Én is érzem néha úgy, amit egy másik hölgy vetett föl, hogy lehetne még tisztább a város, de azért fogalmazok így, mert néha csalóka, amikor ott a, 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 a járunk sokat, ahol, ahol, élünk, ahhoz képest, hogyha valaki máshonnan érkezik. Ugye viszonylag sokan megismernek, nem csak fehérváriak, akik érkeznek ebbe a városba, meg szoktak állítani, vagy szoktak küldeni üzenetet, mikor itt jártak, és nagyon-nagyon sokan emelik ki, hogy milyen tiszta a város. Úgyhogy én összességében azt mondom, hogy ez is egy fontos szempont, de mélységesen egyetértek, hogy kicsit jobban odafigyelünk, hogy általában egymásra, általában a környezetünkre óvjuk a közös értékeinket, akkor az például a tisztaság tekintetében is meglátszik lakókörnyezetet érintő kérdések sora is érkezett hozzánk online formában. Az egyik ilyen például az a kérdés, hogy a város tervezi -e, hogy felszólítja a magántulajdonban lévő társasházak tulajdonosait, hogy lehetőségükhöz mérten kezdjék el a lapói, lakóépületeket, társasházakat felújítani, illetve a belvárosban és a főbb útvonalak mellett is rengeteg magántulajdonban lévő romos épület vagy üzlethelység van, itt a kérdezőnk a Széchenyi utat és a Prohaska út környékét jelölte meg, nyilván ott él, tehát nem tudom, hogy ezt, ezt egyáltalán mennyire tudja a magántulajdon kérdését szabályozni Ugye a város. A magántulajdon az egy alaptörvényben, alkotmányban alapvető és kiemelt védelmet érintő kérdés, Úgyhogy ott az, hogy felszólítjuk azt, hogy valaki mondjuk újítsa föl a társasházát, a lakóingatlanát, erre nincs egy jogi lehetőség. Nyilván ettől különböztessük meg azt a helyzetet, amikor olyan rossz állapotban van egy ingatlan, ami már adott esetben mondjuk a közterület tekintetében is baleset veszélyes, ne talán életveszélyes, az nyilván egy külön hatósági kérdéskör, de összességében beleszólásunk a, a magáningatlanok felújítása tekintetében viszonylag kevés. Van egy programunk, egy tágértelemben vett belvárosra vonatkozó felújítási program. Ez sokáig működött, nagyon sok olyan belvárosi ingatlan van, és itt most nem csak a szorosan vett történelmi belvárosra kell gondolni, hanem például az említett utcák egy része is ebbe a területbe tartozik ahol a város adott forrás részben visszanemtérítendőt, részben visszatérítendő támogatást, ezt alapvetően homlokzatfelújításra, szigetelésre, nyilázáró cserére, tető cserére lehetett fordítani. Aztán ugye a Covid időszakában, illetve a tavalyi energiakrízis évében erre nem volt pénzügyi lehetőség, viszont most az új költségvetés, amit korábban már mondtam, hogy február közepén fogad el a testület, visszahozzuk ezt a programot, és tartalmazni fog erre vonatkozóan keretet, úgyhogy bízom benne, hogy lesznek társaságok, akik ezzel élnek. Egyébként most is van az Icsiliget elején felújítás, nem olyan régen a liszt ferenc utcába de fejeződött be, azért a középületek egyre nagyobb számban felújításra kerülnek, ezt folytatni szeretnénk 2024-ben például a a, a, az Oskola utcában a, a könyvtár épületének e, részbeni felújításával, e, ami, ami szerintem jó kapcsolódna mondjuk a rendház épületének felújításához, ami szerintem egy gyönyörű példája a belvárosnak, de hát a látogatóközpontot, hogy a köztársaság mozit említsük, mint talán legújabb, így átadott, teljesen megújuló ingatlan együttest és mindegyik közösségi célt szolgál, kulturális értékeket tudtunk benne megőrizni, ápolni, tudománynak adunk lehetőséget a kutatások elvégzésére. Úgyhogy ezen az úton érdemes tovább menni, de lesz ilyen forrás a következő évben. Abban is reménykedünk, hogy lesznek társasházi felújítási források, és lesznek a lakásokra vonatkozó részben Európai Uniós részben kormányzati pályázatok is. Ugye volt ilyen az előző években többféle program is, én bízom benne, hogy most újra ezek elérhetőek lesznek. Ezek nagyon-nagyon fontosak, főleg akkor, amikor azt is szeretnénk, hogy nem csak felújításról beszéljünk, hanem energiahatékonyságról tudjunk beszélni, előre tudjunk lépni és hát nyilván az okos otthonok kérdése, az fölvet nagyon sok olyan alapvető közműfejlesztést is, ami nélkül egyszerűen ezek a technikai beruházások pedig nem megvalósíthatók. Aztán szintén online érkezett a következő kérdés. Terben van-e, hogy átszállás nélkül a Liszt-Ferenc repülőteret tömegközlekedéssel meg lehessen közelíteni nem csak fehérváról? hanem minden megyei jogú városból. Azt hiszem, hogy ez már inkább egy ilyen országos kitekintés is. De szerintem azért fontos kérdés, mert rávilágít arra, hogy elég sok vita zajlik most ilyen kérdésekről az országban, hogy a közösségi közlekedést hogyan kéne szervezni, azt hogyan lenne érdemes finanszírozni. És én egyetértek a kérdezővel, hogy sok esetben jó lenne, hogyha a szervezési kérdéseket pedig össze, összességében, és akár együtt lehetne az államnak, majd mondjuk a megyei jogú városoknak kezelni. Én magam is készülök egy dolgozattal, hamarosan majd meg fogom jelentetni, hogy én mit látok ezekben a kérdésekben. Tömen és röviden, szerintem a helyi és a helyközi közösségi közlekedés lenne közösen szervezhető az állam és mondjuk Fehérvár önkormányzata között. Ezzel egy sokkal jobb és magasabb színvonalú szolgáltatást lehetne biztosítani az utasoknak, versenyképesebb szolgáltatást mondjuk az autós közlekedéssel viszonyítva emellett pedig nem, hogy nem kerülne többen, nem lehet, hogy még a nap végén kevesebbe kerülne a fogyasztónak és az utasnak is, mondjuk a bérletek összehangolásával, és a végén az államnak és az önkormányzatnak is. Én remélem, hogy ez a mostani vita, ami különösen a Budapest bérlettel kapcsolatban kialakult, esetleg nem csak azt eredményezi, nyilván örülnék neki, ha ott lenne a budapesti önkormányzat és a kormány között megállapodás, a közlekedést használó utasok érdekében, de jó lenne, ha ez nem csak Budapestről szólna, hanem azokról a megye jogú városokról is, ahol az agglomerációval együtt önmagában is nagyon komoly közösségi közlekedésről beszélünk, és ebbe lehetne azt összekapcsolni, hogy mondjuk, hogy lehet megoldani azt, hogy innen el lehessen jutni könnyebben, egyszerűbben a Liszt-Ferenc bár ott ugye amennyire látjuk, Budapestről sem könnyű igen, kijutni. Tehát ott többlet beruházási igények lennének, de ugyanígy sorolom mondjuk a P pluszer parkolókat, hogy ha valaki mondjuk autóval is közelíti meg mondjuk Székesfehérvárt, ott le tudja tenni az autót, és onnan tudjuk a közösségi közlekedést megszervezni. Például a multicsarnokos közlekedés fejlesztés, amihez kapcsolódóan április elejétől a közösségi közlekedést is bővítjük, és lesz a Budai út albaipari zónak között autóbuszjárat is, nem csak amikor rendezvény lesz a csarnokban, hanem, hanem a nap egészében azt gondolom, hogy ott egy olyan nagy parkoló felület jön létre, ami napközben, amikor nincs rendezvény, egyfajta P +R parkolóként tud működni, ugyanúgy, mint a stadionnál, ugyanúgy, mint a régi piac területén, és ezeket szerintem lehet majd tovább vinni, vagy amit hamarosan átadunk, ugye a vasútállomás déli oldalán több mint 150 parkoló került kiépítésre egy állami beruházás keretében, az is tud ilyen funkciókkal segíteni abban, hogy egy kicsit kisebb legyen a közlekedési nyomás a városon. Ezt elmutatja az is, hogy mondjuk ott a vasút környékén átadott összes parkoló folyamatosan tele van, tehát a szükség az ott van az Igen, és fejében. nem szabad szóval elfelejteni, hogy ugye az ideiglenes murvás parkoló az egy egy, egykori garasüzlet ház helyén, amikor a város ugye ezt meg tudta vásárolni és ki tudott alakítani ott egy parkolót, az nem lesz sokáig parkoló, hiszen ott a Vasvári Gimnáziumnak egy új épület része fog felépülni. Igen, ezzel párhuzamosan persze tudjuk, hogy, ha és amennyiben elindulhat majd az intermodális közösségi központ fejlesztése, az egy nagy parkolóházat a vasútállomás mellé magában foglaló program, ami sok száz parkolót tud, annak az elhelyét tudja biztosítani. Nyilván az egy nagy előrelépést jelent majd a jövőben. Bízunk benne, hogy megvalósul. Szintén online érkezett, a palotavárosi tavak fejlesztése megvalósult az elmúlt években. Terveznek-e fejlesztést még pluszban, játszótér, kutyaügyességi, valamint több városi programot esetleg erre a területre kitelepíteni? Az előző kérdésre azt mondom, hogy különösebb dolgot már nem terveznénk, nem szeretnénk ott a zöld területi arányt egyáltalán csökkenteni, és szeretnénk megtartani ezt a parkos struktúráját, hogy sokan megtalálják, ki sportol, ki sétál, ki fut, ki kutyát sétáltat, ki horgászik, ki, Kiadott adott esetben mondjuk az alsóvárosi rétfele is egy jó sétát tesz, szinte kirándul a városon belül. Ugye az alsóvárosi rétfele tudtuk ezt a fejlesztést gyakorlatilag bővíteni. Az erdőt az folytatódni fog a, Palotavárosnak, a Palotavárosi Palota tavak túloldalán, tehát azt a Vadex, mint szakmai partnerünkkel együtt a Városgondokság koordinálásában természetesen tovább fogjuk vinni. Programok esetében, és itt talán nem válaszoltunk egy kérdezőnek, aki Igen, még a közösségi volna több, még több közösségi programot, szívemből szólt, Én hiszek a közösség erejében, ahhoz viszont helyek kellenek, ahol összejöhetnek, ez nyilván programokat is jelent, részben új létesítményeket is jelent. Ugye hamarosan tavasz folyamán adunk majd át ilyet, és ez lehetőséget ad új programok elindítására is. Az a jó hír mindenképpen szerintem fontos és elmondandó, hogy 2024-ben valamennyi programot, mondjuk úgy, hogy hagyományos, megszokott rendben tudunk majd megtartani, és szerintem ennek azt hiszem, hogy legalábbis azt szoktam látni, hogy azért is sokan örülnek, hiszen sokan vesznek rajta részt. Ugye a Palotavárosi Tavaknál van már egy hallal összefüggő fesztivál, ez lesz egyébként 2024-ben is, itt egyébként éppen a Holgász Egyesülettel vagyunk kiváló együttműködésben, hogy a tó működtetése, a környezet és akár ilyen rendezvények közös szervezése ennek jó példája. De várom az ötleteket, tehát ha van valakinek konkrét ötlete, akár programra, akár az előzőekben elmondott egyéb fejlesztésekre, akkor azt kérem, hogy, hogy küldje el nekem, ígérem, hogy meg fogjuk vizsgálni, és fogunk visszajelzést is adni. Köszönöm, és akkor jöjjön most az következő összeállítás a televíziós kérdés csokorból. A lakom a parkot mondjuk szebben karban tartani, mert én szoktam néha csinálgatni, úgyhogy egy kicsit jobban gondoznák a parkot, úgyhogy és ez, ez még amit. De egyébként meg a sok kávézó, meg meg vagyok elégedve ilyen szempontból. Hova tűntek a fák a városból? Tehát sokkal jobban szeretném, és ami miatt én ezt a várost nehezen tudtam megszokni, a fák. Tehát például előttünk is kivágták a fákat, és a Fe Fehérvár tüdeje program nevében egy csomó feltűnt, de, de még nem látszik az eredménye. Én azt szeretném, ha minél-minél több zöld felület lenne Székesfehérváron, és nem csak esetleg ott a Palotavárosi részen, ahol ugye sokkal inkább adott az, hogy ott fásítsanak és fásítanak, és nagyon sok helyen, de itt a belváros környékén is egyre több zöld felület legyen. Én annak idején beszéltem a polgármesterrel, és mondtam neki, hogy ja, hát a felnőttekre is kéne gondolni, ugye régen volt egy vidámparkunk, az megszűnt, szóval a felnőtteknek is kéne valami szórakozási lehetőség. Tehát nem csak a gyerekeknek, persze a családosoknak ez jó ez a kalandpark, de én azt mondom, hogy külön kimondott szórakozó hely nincs a városban, ami, amit kimondottan felnőttek 40-50 évesek tudnának használni. Tehát ezen még azért szerintem lehetne javítani. Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy most visszafele menjünk, amit az úr felvetett, másoktól is hallottam, de azt, azt kérem, hogy fogadjuk egy szórakozó helyeket, nem az önkormányzatnak dolga létrehozni egy piacgazdaságban és működtetni, hanem az a versenyszférának a, a része egyébként működik ilyen, hiszen például a Petőfi Kultúrtanszékben azért vannak olyan programok, amik a, a mi generációnknak is szólnak. A Ha, ha is. szerintem egyébként erre nagyobb igény van, és itt van, van egy és akkor azt előbb-utóbb valaki meg fogja találni, és meg fogja ki fogja tölteni, de ez piaci tevékenység ma már, hogy a klubok létrehozása, működtetése az piaci tevékenység. Amivel mi hozzá tudunk járulni, az a kultúra területén működő intézményeinkkel összefüggő programok, és azért szerintem ebbe, ebbe nagyon sokféle program elérhető, a színház, a szimfonikus zenekar koncertjei, a balett színház, ugye a múzeumban nem csak kiállítások vannak, hanem egymást követik a különböző tudományos beszélgetések, szakmai meghívott vendégekkel lehet találkozni. Ugyanez a könyvtárról is elmondható, ugyanez megvan a művelődési házakban. És ami nagyon fontos, hogy az önszerveződés is lehetőség. Tudok is olyan közösségekről, akik időről időre mondjuk egy művelődési házat kibérelnek, nem kerül olyan túl sokba, és ott egyébként csinálnak maguknak mondjuk egy, egy esti kis rendezvényt. Úgyhogy érdemes talán ezeket a helyeket is felkeresni, és a programokat is megnézni, mert szoktam olyannal is találkozni, hogy valaki nem tud a programokról, ugye azért ma már ez több felületen elérhető, szerintem érdemes ezt, ezt megnézni. A tanár úr az elején az ő ingatlanak körül tudom, hogy hol lakik, úgyhogy természetesen a város fel ezt jelezni fogom. Itt fogunk tudni előrelépni 2024-ben, 2023-hoz képest, és akkor elmondtuk, hogy, hogy hogy hát mondjuk úgy, hogy munkaerő hiány volt ezen a területen, és akik voltak, az a közel száz ember a Városgondokságnál óriási munkát végzett, tavasszal is, ősszel is, most a téli időszakban is, hiszen, hiszen például, ha a hó esik, vagy, vagy jegeset is várható, akkor, akkor, akkor ebben bizony, bizony is, éjszaka, hajnalban ők, ők dolgoznak. De nehezen tudtunk az előző esztendőkben embert fölvenni, ugye ami a, ebből az említett kutatásból is látszik, hogy Fejvár gazdasága gyakorlatilag a leg, leg, legerősebb az egész országban, és ez azt is jelenti, hogy rengeteg munkahely van, de azt is jelenti, hogy máshonnan is nagyon sokan jönnek, és még így is vannak üres munkahelyek az iparban is. És ez azt eredményezi, hogy, hogy nehezen vettünk föl embert. Viszont most a Városgondnokságnak volt egy szerintem nagyon jól felépített, és még zajlik is toborzó kampánya, és ennek keretében úgy látom, hogy tudunk bővíteni ezen a csapaton, és ha ez így lesz, akkor tavasztól ez bízom benne, hogy látszódni fog a, a közterületek tekintetében. Nem csak a tisztaságra gondolok, hanem a parkgondozás tekintetében, sőt, például ezt szeretnénk fölvenni első körben, kicsit pilotprogramként a nagy parkokba, mondjuk Zicsiliget, hogy ha lesz, parkört. Ugye ezt a Covid idején működtettük, egy rövid ideig kipróbáltuk, úgyhogy ezt most szeretnénk megvalósítani. Szerintem ez, ez, minden szempontból jó lesz majd ezekbe a parkokba, és most úgy látszik, hogy van is rá jelentkező, úgyhogy remélem, hogy, hogy előrelépünk. Ami a fákat érinti, én, ugye azzal, így most a műsorban, egy ekkora városban, hogy előttünk kivágták a fát, és nem lett ültetve, azért nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom, hogy hol van az előttünk. Úgyhogy én azt kérem a hőtől, hogy küldje el nekem, és meg fogom vizsgáltatni nem csak azt a helyet, hanem a környezetben esetleg, hol lehet fát ültetni. Ugye fát kivágni hatósági engedély alapján lehet közterületen, pótolni kell, ráadásul többszörösen, és nagyon-nagyon szigorú, hogy egyáltalán mikor történhet ez meg. Ez szinte csak akkor, ha baleset veszélyes a fa, vagy olyan egészségi állapotban van, hogy gyakorlatilag nem tudunk más csinálni, vagy akár a gyökérzete, akár a lombozata közművet érint, és ezáltal valamilyen veszélyt okoz. De összességében a fa állam, hogy nem, hogy nem csökken Székesfehérváron, hanem kimerem jelenteni, hogy Arányosan sehol máshol nem nő az országban annyira, mint Fehérváron, hiszen erdőtelepítésről úgy, hogy városi programként valósulna, ez meg százezer számra ültetve fát, ezt őszintén szóval nem nagyon tudok ilyen programról a, a, az országban. De azt látni kell, hogy minden olyan helyet megvizsgálunk, ahol egyrészt a mi szakembereink szerint lehet fát ültetni, vagy hogyha mondjuk a hölgyek küldenek nekem konkrét helyeket, hogy ők hol szeretnének több fát látni, akkor megvizsgáljuk, hogy ott lehet elültetni fát. Ugye, és nem lehet mindenhova fát elültetni. Oda lehet elültetni, ahol a közművek, amit nem látunk föntről, de ott vannak, ahol ezt lehetővé teszik, úgy, hogy mondjuk 20 év múlva nem kell azt a fát azért kivágni, mert a gyökérzete elért mondjuk egy gázvezetéket, vagy egy, egy, egy villanyvezetéket vagy éppen a vízi közművet. Tehát ezt egyszerűen egyenként kell megvizsgálni. Nagyon sok fát ültettünk 2023-ban, sokkal többet, mint amit ki kellett vágni, és sok fát fogunk ültetni 2024-ben is, és ezt hajlandóak vagyunk még bővíteni, ennek nincsen pénzügyi felső kerete és korlátja, úgyhogy kérem, hogy küldjék el nekem, hogy hol szeretnék, hogy megvizsgáljuk a faültetés lehetőségét, és így bevontuk az embereket is, hiszen lehetett jelentkezni arra, hogy valaki mondjuk a társasháza elé úgy, hogy a város szakemberei által megmondott fafajtát a város költségén az önkormányzat biztosította, az önkormányzat ültette el, és csak azt kértük, hogy a gondozásba az első néhány év öntözésébe mondjuk egy társasház vegyen részt. Egyébként több mint 200 pályázat érkezett, és ha jól emlékszem, hogy a 150 mm -hmm. körüli fa Igen, elültetése egy népszerű volt. nagyon népszerű pályázat volt, és ezt folytatni fogjuk szintén 2024-ben, tehát erre a programra is lehet pályázni. Aztán folytassuk a kérdésekkel, hiszen még vannak online érkezett kérdések. Egyrészt a múlti csarnokot már említettük, és azt kérdezik, hogy mikor nyit a múlti csarnok, illetve ha már sport, akkor hogyan értékeli Szoboszlai Dominik teljesítményét? Hát azt hiszem, hogy Dominiket csak mindenféle fantasztikus jelzővel lehet illetni, és hát azért szerintem legyünk rá büszkék, hogy, hogy Székesfejvár szülöttje a családja itt él ebben a városban, ő ide tér haza, de hát fantasztikus karrier a, a Salzburg, Lipcse és hát most Liverpool, ami, ami már ugye a világ egyik, egyik, legjobb csapata, a világ talán legerősebb labdarúgó bajnokságában, és hamar beilleszkedett, és szerintem egy nagyon jó idényt fut, és hát a válogatott szereplése pedig, pedig különösen azt hiszem, hogy olyan, amire büszkék lehetünk és hát már előre is várjuk nem csak a tavaszi szezont, hanem az Európa bajnokságot is. Lesz egyébként valószínűleg a stadion mellett majd lehetőség szurkolói zónaként, és tudom, hogy a vendéglátósok is készülnek. Például, amit meg tanár úr ugye jelzett, hogy, hogy sok a kávézó, nyilván ilyenkor megtelnek, és szurkolunk majd a magyar válogatottnak. Ami pedig a múlti multicsarnokot jelenti, hamarosan bejelentjük, hogy mikor és mivel nyitjuk a csarnokot ugye a birtokba a vétel megtörtént, tehát a beruházás műszaki része lezárult, ugye jönnek nyilván a garanciális hibajavítások, illetve zajlik az engedélyeztetés. Itt is szeretném jelezni, hogy a jövő hét folyamán lesz a katasztrófavédelemnek, a tűzoltóságnak több próbája. Tehát nem kell megijedni, nem baj történik a multicsarnok környékén, hanem bizony egy ekkora létesítménynél, főleg ameddig még nem vettük használva, nem baj, ha kipróbálják a tűzoltók, hogy, hogy ne, ne, kerüljön erre soha sor, de ha mégis, akkor, akkor egyetem mit és hogy kell ott csinálni. Tehát lesznek próbák. Ez mind-mind az engedélyeztetési eljárás része. Néhány hét múlva lesz engedély, és hamarosan bejelentjük. Hogy milyen módon és hogyan nyitjuk a csarnokot. Szeretnénk egyébként várhatóan februárban egy olyan hétvégét, amikor megnyitjuk, és be lehet menni, meg lehet nézni, és mondjuk a jégkorong szurkolók azt is meg tudják majd nézni, hogy hova szeretnének bérletet vásárolni. És hát a hoki csapat is nagyon jó szerepel, szerencsére. úgyhogy bízom benne, hogy ez így marad, és a következő idényekben ebbe az új csarnokba sok élményünk lesz. Jégkorong, vagy egyéb sporták, vagy koncert vagy konferencián való részvétel, mert hogy ez a csarnok valóban multifunkcionális lesz, és igen, kiadási oldalon jelentős üzemeltetési költsége lesz, viszont a másik oldalon jelentős bevételekre is számítunk. Aztán Ferenc írta nekünk, hogy nagyon szép a csónakázótó környéke, még ilyenkor is szívesen töltenek kint időt. Lehet-e számítani arra, hogy itt is lesz még valami fejlesztés? Igen, ott fog történni, a Vörösmarty iskola oldalán is ki fog alakulni egy, egy, stég, egy kis tég nem nagy dologra kell gondolni, egy kis tég, ami a Velencei tó és a, a, a város csonakázató közötti szakmai kapcsolatot fogja jelenteni. Magyarul az iskolások számára lesz az evezés Kajak kenú, sportok irányába lehetőség, hogy ezzel majd megismerkedjenek, akár iskolai program keretében napközben. ez Szerintem nagyon sok családnak megint egy pozitív lehetőséget jelent, és a tó két végén elfér egymás mellett két ilyen lehetőség, bizon benne, hogy ők a szakmai együttműködést is megtalálják, és hát ugye zajlik a másik oldalon a Tóparti Gimnázium felújítása, mellette zajlik a Szabadművelődési Ház felújítása, és nem messze tőle pedig a Kodolányi felújítása elkezdődött a régi Ibli iskola épületének megújításával, ugye a Rózsaligetben a Városgondokság szerintem gyönyörű munkát végzett. Ez most még nem úgy látszik, mint ahogy majd tavasszal, sőt a szakemberek azt mondják, hogy 2025 tavaszán lesz igazán csodálatos, ugye több mint 5000 tő rózsa került elültetése, és hát szeretnénk még egy épületet felújítani, ez pedig a régi kodolányi épület, ami, ahol most a zenekar dolgozik, ott nagyon komoly beázások vannak, úgyhogy oda is egy, egy jelentős, majdnem 200 millió forintos fejlesztést képzeltünk el, és 24-ben szeretnénk is ezt elindítani, illetve megvalósítani. Úgyhogy igen, lesz ilyen fejlesztés, és hát van egy kis japán kertünk a Denzóval közösen kialakított módon a, 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 kis, a, a, tónak a kis szigetén, és ugye azt az szeretnénk, hogy ezt bővíteni tudjuk. Nagyon nagy siker szerencsére vigyáznak rá az emberek, hogy azért ilyen pozitív példát is mondjunk, és talán ezért is tárgyalunk többekkel arról, hogy ezt hogyan és milyen módon fogjuk tudni bővíteni. Misorunk végén egy utolsó kérdés. Balogni Márta írta, hogy nagyon örül a munkácsi kiállításnak, és annak is, hogy meghosszabbították, lehet-e számítani hasonló színvonalas programra kiállításra? Igen, hiszen egészen konkrétan pár napot kell csak a következőre várni, hiszen egy, egy különleges kínai kiállítás fog megnyílni a Csók István képtárban, Ugye már a múzeum szakemberei együtt, a Sánkhályi Múzeum önmagában is ezt kimondani is szerintem egy, egy nagyszerű dolognak a szakembereivel. Ugye ez a kiállítás Szegeden volt megtekinthető hónapokon keresztül, nagyon nagy siker volt, több tízezer ember látogatta, tényleg különleges tálat és ez most Székesfejeváron kerül bemutatásra, és a jövő hét folyamán ezt meg is fogjuk nyitni és aztán pedig február közepéig újra látogatható a munkácsi kiállítás, utána pedig nyilván szükség lesz egy komolyabb átalakításra, de május második felébe a hat hadtörténeti kiállítás megújulva és nagyobb méretekben is érkezik, és hát más meglepetésekre is gondolunk közösen a múzeummal, és hát ne felejtsük el, hogy ott van maga az új látogató központ, amire pont két kedves hölgy adott nekem visszajelzést pár nappal ezelőtt, akik egy-egy nyugdíjas klubban látogatók látogatták meg, és jártak csodájára, ők fogalmaztak így a látogató központnak, mind a kiállításnak, mind a megújult köztársaság mozinak nagyon-nagyon örültek, úgyhogy ezt is mindenki figyelmébe ajánlom, szerintem érdemes megnézni, és a múzeum kiváló szakmai programokkal készülött is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, szép estét kívánok mindenkinek. Néziknek pedig köszönöm a figyelmüket. Legközelebb ezzel a műsorral nagyjából egy hónap múlva jelentkezünk, de természetesen köztér lesz jövő héten is itt a Fehérvár televízióban. Adásainkat pedig visszanézhetik a TV YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! sorszám termék megjelenítés tartalmazott